Böszörményi Gyula, Gergő és az álomfogók. Előhang. Na, húzzon innét, banya, amíg jól nevelt a hangulatom, bődült a hegyméretű kopasz biztonsági őr. Mezít lábbá nem jön az emberek közé, az már tudkó. A bevásárló központ halkan sziszenő üvegajtajában toporgó anyó valóban nem viselt cipőt. Ezer ráncú szoknyáján viszont, zsinórra fűzve, számtalan csontszilánk, kavics és madártól csörgött-zörgött. Két ősz varkocsba font haját néha meglébbentette a légkondicionáló húzata, mikor csodálkozva félre billentette a fejét. Mesztéláptán nem vagyok ember? Kérdezte szelíden. A biztonsági őr darabos arcát mégis harag ráncolta, amint válaszolt. Menjél már innen! Az anyó szívesen beszélgetett volna még a fiatalemberrel, de szoknyáján megcsörrent néhány fém darab, s ő rábólintott a hangjukra. Jól van, megyek már! Mire való így szertelenkedni? Hátat fordított az üvegajtónak, és a betonsivatag hátán sorakozó autók rengetege felé indult. A parkoló csöndes közepén alacsony, sőt, apró, szakállas alak várt rá, aki egy magánál majd nagyobb sámándobot támogatott. Merre kóborolt hótfarok néne? Morgott a kis fickó fancsali képpel. Ezer a dolog maga meg az éberekkel szórakozik. Tudtad te, lobbanó lelkű barátom borzalag, hogy az éberek szemében a mesztélábas az nem is ember? Mintha ők cipőben pottyantak volna a világra. Néne, a bűbáj történeti óra! Visította borzalag sastollal átdöfött szakállát cibálva. Emlékszik még, hogy bűbáj történeti órát kell tartania? Csak 400 múltam, rántotta vállán háborogva hótfarok néne. Csak hogy az a kopasz óriás csecsemő nem enged be, mert mesztéláb vagyok. Hát mire való a révülő furmányos észkereke, ha nem arra, hogy kijátsza a biztonsági őröket? Hökkent a szakállas dobtartó. Ekkor az anyó biccentett, majd különös varázslatba fogott. Derekáról leoldott a bűbájostorát, ami nem volt hosszabb két arasznál, hét csomóra bogozott bőrszíja körül pedig kék szikrák futkároztak. Kapaszkodja, dobba, borzalag, mondta a néne, és cserdített az ostorral. A két fura alakot lila köd borította be, majd olyan durranás hallatszott, mint mikor húzat csapkodja a klozet ajtót. A parkoló betonsivatagában gubbasztó autók között nyoma sem maradt a nénének és kísérőjének.